Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió irodóját látják, Slajhoz Énon vagyok. Főbb témeim néhány mondatban. Pécsi virológusok sikere, Dél-Amerika első kiemelt biztonságú laboratóriumában segítenek. Közkutak, csobogók, klímás buszok, intézkedések a hőség ellen Pécsen. Ifjúsági garancia plusz támogatások, visszanemtérítendő uniós forrás a fiataloknak. Püspökvári zenés esték Pécsen, külföldi zenész a magyar részfúvós kvintetben. Dél-Amerika első BSL-4-es, azaz a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratórium megvalósításában nyújtanak szakmai segítséget a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei. A pécsiek tanácsadással és tréninggel segítik az új kutatóhely létrejöttét. A magyar virológusok a beruházáshoz nyújtott segítségen túl közös szakmai kutatási programokat terveznek brazil kollégáikkal. Ezek a felvételek a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratóriumban készültek Pécsett. A Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei dolgoznak itt, az Egyetem Szent Ágotai Kutatóközpontjának épületében. Nemrég Brazíliából érkeztek ide virológusok, hogy kérjék a pécsi kollégák segítségét tervük megvalósításához. Brazil kollégák abban a tekintetben kerestek meg minket, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis Dél-Amerikának nincs BSL-4-es laborja. A BSL-4-es labor azt jelenti, hogy a legmagasabb biobiztonsági besorolású laboratórium, itt Pécsen is van ugye egy. Ezekből a jelen pillanatban 66 van az egész világon. Na most ez megdöbbent, hogy Dél-Amerikának miért nincs, éppen itt volt az ideje, hiszen Dél-Amerika éppen a betegségeknek az a forró pontja, ahol nagyon nem látjuk, hogy milyen újabb és újabb vírusok vannak még ott az Amazonasban, az Amazonas medencében, az erdőben, és az elmúlt, nem is mondok nagyot, az elmúlt 5 évben jó néhány új vírus felütötte a fejét, úgyhogy a brazil kormány úgy döntött, hogy most befektet egy ilyen laboratóriumba. Azonban a közös munka nem merül ki abban, hogy segítenek ennek a különleges labornak a létrehozásában. Közös munkát terveznek a brazil szakemberekkel, például az úgynevezett felbukkanó fertőző betegségek legyőzésében, korai felismerésében, kezelésében. Brazília egy forró pont ilyen szempontból, hiszen az ember egyre mélyebbre jut az Amazonas medencéjében, ez pedig növeli az újabb betegségek megjelenésének kockázatát. Ahogy egyre több természetes élőhelyet bolygatunk, zavarunk meg, egyszerűbben fogalmazva, minél több erdőt vágunk ki, annál több ilyen fog ránk találni. És ugye Dél-Amerika most egy forró pontja ennek. Hallani, hogy Brazília ugye termeli ki az esőerdőt, stb. Hát ezek azok a kapcsolódási pontok, de még lehetne itt sorolni az afrikai bányász tevékenységet. Nagyon sok munkánk van, Bangladesbe építve vannak a kollégák, ott például a kiterjedt mezőgazdaság, a túlnépesedés. Nagyon-nagyon sok olyan kontaktust teremt, ami gyakorlatilag meg százszorozza, meg ezerszeresíti azt a találkozási számot, ami mondjuk sokan mondják, hogy nagyapáink idejében, akkor nem voltunk ennyien, akkor nem vágtunk ennyi erdőt, akkor nem jutottam el 24 óra alatt a világ másik felére. Tehát ez a bolygó, ami most élünk, ez a globalizált világ egy kiváló táptalaj vírusoknak. Ezért fontos, hogy épüljön ilyen magas biobiztonsági kutatóhely Dél-Amerikában. Felmerül a kérdés, hogy miért nem a közelebb lévő USA-ból kerestek meg ilyen laboratóriumot. Megvan az oka, hogy miért a pécsi virológusokkal akarnak együttműködni, tudtuk meg Kemenesi Gábortól. Az amerikai laborok nagyon fejlettek abban a tekintetben, hogy a valóban nagyon előre haladott, kizárólag laborhoz köthető tevékenységben ők nagyon jók, élen járnak. Viszont ami a braziloknak kell, az egészen más. Ugye pont arról beszéltünk, hogy erdőirtás, újra felbukkanó betegségek. Ezt mindenféle ilyen nagyzolás nélkül mondhatom, hogy itt Pécsen ebben bőven van tapasztalatunk, Dél-Ázsiától, Észak-Afrikán át Európáig. Mi pont azt a fajta munkát csináljuk, hogy mindig egy lépéssel így a járványok előtt járunk, mindig ilyen furcsa jelenségekre már felfigyelünk és kivizsgáljuk, és nekik is ez ütette meg a fülüket, hogy nekik is valami hasonló koncepció mentén kell majd működni, és emiatt találtak ők ránk, úgyhogy ezt a terepi virológiától egész a 4-es laborig történő munkafolyamatokat mi ezt így egy csomagba átadjuk nekik, és nagyon reméljük, hogy tényleg hosszú távú lesz az együttműködés. Fotó a brazil szakemberekről, akik már ellátogattak a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumba. A pécsi virológusok itt készítik fel őket majd arra, hogyan kell dolgozni a magas fokozatú laboratóriumban. A tréningek mellett pedig további szakmai kutatói együttműködést terveznek a két ország között. Marad a harmadfokú hőségriasztás hazánkban. Jövő csütörtökig meghosszabbították a figyelmeztetést, mert nem hoznak enyhülést a következő napok sem a meteorológusok előrejelzése szerint. Pécsen több intézkedéssel igyekeznek enyhíteni a hőség okozta kellemetlenségeken.
40 Celsius fokot mutat a hőmérő a pécsi főtéren péntek délelőtt. Felhős az ég, de ez csak a közvetlen napsugárzástól véd. A hőség már most elviselhetetlen. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ami most pénteken ért volna véget, de ezt meghosszabbították július 18-a éjfélig, mert marad a magas 40 fok körüli hőmérséklet a jövő héten is. A pécsi önkormányzat szeretné elviselhetőbbé tenni ezeket a napokat. Már májusban napvitorlákat tettek ki a sétáló utcák fölé. Most a közkutakról, csobogokról gondoskodnak, mondja a városházi szóvivő. 35 ivókutat és 6 csobogót üzemeltetnek Pécs cége is, tartanak karban folyamatosan városszerte. Ezekből bármikor friss és hűs vízhez juthat bárki. Érdemes Pécs város honlapjáról tájékozódni, mert egyrészt ott ezeknek az ivókutaknak, csobogoknak a pontos helyszíne is fel van tüntetve, illetve itt lehet megtalálni azoknak a közintézményeknek, intézményeknek a sorát, ahol bárki 2-3 órára leülhet. Orvosok azt tanácsolják, hogy aki otthon nem tudja hűteni a lakását, naponta néhány órát töltsen el klimatizált helyiségekben. Ezeknek a listáját szintén meg lehet találni város honlapján. A pécsi buszközlekedésben is igyekszik a városi cég elviselhetőbbé tenni az utazást a lehetőségekhez képest. Ahol természetesen azokon a buszokon, ahol van klíma, ott ezek folyamatosan működnek. Annyit tudnak még tenni a buszsofőrök, hogy ezekben a rettenetes napokban minden ajtót egyszerre kinyitnak, kicsit eltisztelőznek a járművek, és gyorsabbá is válik a felleszállás. Ez a közkutak.hu oldal, ahol a magyarországi közkutak pontos helyét mutatják meg településenként. Aki Pécsen ivóvízhez szeretne jutni, ténylegesen 300 lehetőség közül az oldalon megtalálhatja a hozzá legközelebb esőt. Érdekesség, hogy főleg a belvárosban több vendéglátóhely vállalkozás szerepel a listán. Ezeknél szintén ingyenesen lehet megtölteni a vizes palackjainkat. Rövid híreink következnek. Nagyon erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton több régióban, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT pénteken. A Dunántúl nyugati, középső és déli részén, az Észak- és Délalföld, Észak-Magyarország, tovább a Pest vármegye és Budapest nagy részén kell nagyon erős UVB-sugárzásra számítani. Az UV-index ezekben a régiókban meghaladhatja a 7-es értéket. Azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Ha lehetséges, akkor napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat, takaró, póló, szalmakalap, valamint fényvédőkrém használatát javasolták, arra figyelmeztetve, normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amellyel a kormány a pénzügyi terhek növekedésének megakadályozása érdekében díjemelés is stoppot vezet be a lakossági fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak, költségek és egyéb fizetési kötelezettségek terén, írja a Magyar Nemzet. Ez azt jelenti, hogy 2024. december 31-ig a lakossági ügyfeleknél a bankszámláknál egyoldalú díjemelést közvetlen és közvetett formában sem valósíthatnak meg a pénzügyi szolgáltatók. Ez a tiltás az összes fizetési számlához kapcsolódó díjra vonatkozik, amely a már fennálló szerződésekre és az új szerződésekre is irányadó. Folyamatosan bővülnek az elérhető támogatások a fiatalokat érintő munkaerőpiaci programban. Az országos keretből a rendelkezésre álló induló Európai Uniós forrás több mint 4,5 milliárd forint Baranya vármegyében. Mindez azért is nagyon jelentős, mert ezeket a támogatásokat nem kell visszafizetni. Sikerült újra elindítani az ifjúsági garancia programot. Az országos szakmapolitika egyik legfontosabb eleme, hogy a fiatalok kapjanak lehetőséget bekapcsolódni a munkaerőpiacra, mondta Horváth Zoltán, a Baranya vármegyei kormányhivatal főispánja. Van több hátrányos helyzetű célcsoport, gondolok itt a tartósan állást keresők, mondjuk aki már 12 hónapnál több ideje nem talál munkát, gyesről, gyedről a munkaerőpiacra visszalépők, az 50 éven felüliek is, mint hátrányos helyzetűek
a szakma megítélése szempontjából, de a kormányzat külön is foglalkozik a fiatalokkal, mert azt látjuk, hogy a körükben a legnehezebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon, az álláskeresők legnagyobb száma az ő célcsoportjukban kerül ki, ezért örülünk, hogy a vármegyénkben közel 4,6 milliárd forint értékben indul el az ifjúsági garancia program, amelyet a magyar kormány és az Európai Uniós társfinanszírozás keretében tudunk elindítani. A támogatói összeg vissza nem térítendő. A szolgáltatás portfólió itt is nagyon tág. Új szakmát is tanulhatnak a fiatalok, és a tanulási idő alatt bértámogatást, közlekedésre szintén hozzájárulást biztosít Baranya vármegye, tette hozzá főispán. Ha őket felveszi egy munkáltató, akkor nagyon magas támogatás intenzitással, akár 3 hónapra egy munkakipróbálást teljesen le tudunk finanszírozni. Ezek a programok eddig is sikeresek voltak. A COVID és az ukrán-orosz háború miatt kialakult munkaerőpiaci helyzetben, ahol sajnos az álláskeresők száma megnövekedett országosan is, és a megyénkben is, fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok támogassák a fiatalokat, támogassák a Baranya vármegye gazdaságát, ezzel is hosszú távon biztosítva a megfelelő munkaerőt ehhez a gazdasági fejlődéshez. Több ezer fiatal nyáron is dolgozik, 2-3 hetet, de olyan is van, aki a teljes nyarat ledolgozza. Mindezeket a Baranya vármegyei kormányhivatal támogatásával tehetik meg. Ezzel is segítjük a fiatalokat, hogy megismerjék, milyen is dolgozni a mindennapokban, úgyhogy örülünk, hogy ezek a programok újból elérhetőek itt a vármegyénkben. A programról és a támogatásokról bővebb információ a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető, ahol a kérelmek is benyújthatók. A részletekről a www.munka.hu oldalon, valamint a kormányhivatal.kh.gov.hu oldalon érdemes tájékozódni. Javában zajlanak a püspökvári zenés esték Pécsen. A Filharmónia Magyarország hagyományaihoz híven idén is szabadtéri koncertekkel örvendezteti meg a klasszikus zene híveit. Legutóbb Uwe Köller német trombita művész és a magyar részfúvós kvintet adott koncertet a pécsi Székesegyház melletti téren. A kánikulai hőség ellenére csütörtökön este 7 órára megtelt a pécsi Székesegyház nyugati oldalán berendezett nézőtér, és a színpad is szerencsés módon árnyékot kapott már a lemenő napnak köszönhetően. Uwe Köller díjnyertes német trombita művész volt a Filharmónia Magyarország által meghívott művész, aki a magyar részfúvós kvintettel közös koncertet adott a püspökvári zenés esték sorozat alkalmával. Hatalmas öröm számomra, hogy ekkora tehetségekkel dolgozhatok együtt. Én magam is már 30 éve a German Brass tagja vagyok, ezért hozzászoktam, hogy egy nagy kamara együttessel dolgozom együtt. Ez a lehetőség megtisztelő számomra most. A zeneszámokat egyeztettük, ezeket én korábbról ismertem. Egy kis gyakorlás kellett, és már is együtt játszhattunk. A trombitát, mint hangszert azért választottam, mert édesapámnak volt egy részfúvós együttese, és abból éppen a trombita hiányzott. 18 éves koromig ebben játszottam, majd a katonaságnál, a katonazenekarban zenéltem. Már 24 éve én tanítom a fiatal muzsikusokat, trombita professzor vagyok. A magyar részfúvós kvintet tapasztalt, díjnyertes tagokból állt össze, azzal a céllal, hogy egy 5 fős szupercsapatként népszerűsítse a fúvós muzsikát. Keszthelyi Bálint és Solymosi Péter trombitán játszik, Szőke Zoltán kürtön, Farkas István Péter harsonán, Bazsinka József pedig tubán. Ő az, aki összefogja a kvintettet. A vendégművésszel már több éves a kapcsolat, mondta Bazsinka József. Régebben is volt a közös koncertünk, hiszen egy növendéke, Keszthelyi Bálint, aki szintén a Pécsi Tudományegyetemnek tanára, vagy tudom, egyetem művészeti karának a tanára, ő volt a növendéke a Gráci Egyetemen. És ő hívta meg, ismertük az Uwét régről, hiszen a German Brassnak az első trombitása is, csodálattal adózunk a tehetség előtt, hogy milyen fantasztikus muzsikus, és nagy örömünkre szolgál, hogy már tavaly is a Balcsi Nemzetközi Részfúvós Kamaratábor tanáraként dolgozott velünk, ahol
úgymond ez a tanári gárd, aki a ma este folyamán fellép, illetve szerepel a többi hangversenyen is, hát emeli a színvonalat. Úgyhogy a kapcsolat az úgymond több évesre mondható. Akik ellátogattak a püspökvári zenés esték csütörtöki hangversenyére, azok egy különleges nemzetközi zenei élménybe részesülhettek. A koncertről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Július 15-től az MVM teljes körű ügyintézéssel áll ügyfelei rendelkezésére, miután lezárult az E.ON Áramszolgáltató Kft. Ügyfélkörének átviteléhez kapcsolódó informatikai fejlesztés. Hívta fel a figyelmet az MVM Next Energiakereskedelmi ZRT az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. A tájékoztatás szerint június 30-án az E.ON Áramszolgáltató Kft. Beolvadt az MVM Next Energiakereskedelmi ZRT-be, így július 1-től már az állami társaság nyújtja az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást az E.ON-tól érkezett 2,5 millió ügyfél számára is. Ezen ügyfelek villamos energiaszolgáltatási szerződése változatlan tartalommal érvényben marad, ugyanakkor az ügyintézéshez a jövőben új felhasználói azonosító használata szükséges, írták. Korábbi közlésük szerint a felvásárlás követően 2024. július 1-e és július 15-e között az informatikai átállás miatt szünetelt az MVM áramszámlázási rendszere. A Pécsről a keleti pályaudvarra 5 óra 18 perckor induló Mecsek Intercity Pécsről való haladása közben elsodort egy a vágányok között szabálytalanul tartózkodó embert, közölte a MÁV Inform. Emiatt Pécs és Mecsek-Kajacserkút között nem közlekedtek a vonatok a helyszínelés ideje alatt. A MÁV Start pótlóbusz rendelt a helyszínre az utasok elszállítása érdekében. A Mecsek Intercity emiatt jelentős késéssel közlekedett. A régi híreivel folytatjuk. 21 kormányablak ügyintézőtett sikeres vizsgát a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával megszerzett továbbképzésen, amelyet online tartottak meg számukra. Az ünnepélyes oklevélátadón Neszményi Zsolt főispán elmondta, összesen 210 vannak azok, akik elvégezték a képzést, és így személyi okmányok rögzítésével, igénylésével és megújítással foglalkozhatnak a jövőben. Mise tanóra 2023. májusa óta dolgozik a kormányhivatal kötelékében, jelenleg a Balatonlelei kormányablakban tevékenykedik, itt kezdte meg munkáját is ügyintézői körben. Ő is sikeres kormányablak ügyintéző vizsgát tett. Igazándiból nagy várakozásom volt, mert tudtam, hogy van bennem olyan képesség, hogy ezt el tudom végezni, meg tudom csinálni, és hogy szeretni fogom a munkámat. Ez így is történt, majd utána jött egy lehetőség, hogy kell ez a kis kormányablak ügyintézői vizsga. Picit izgultam, és féltem, hogy milyen lesz az egész. Nagyon jó volt, hogy elektronikus volt szerintem. Saját kis tempomban tudtam haladni, és igazándiból minden olyan kis területre tudtam kis betekintést nyerni, amit amúgy nem végzek, vagy esetleg a későbbiekben kell végeznem. Szerintem egy igazán hasznos dolog volt ez a kormányhivatal részéről, hogy ezt megszervezte, és majd végül egy oklevelet is kapunk, ami lehet, hogy a későbbiekben még szintén jól fog jönni. Ezúttal 21 kormányablaküggyintéző tett sikeres vizsgát Somogy vármegye több járásából. Ők Kaposváron vehették át oklevelüket. Boldog vagyok, hogy elvégeztettem ezt a képzést. A képzés sok rétű volt, alapos tudást biztosít, amelyet remélem majd a későbbiek során az ügyfelhez is közben gyakorlati tapasztalatban is át tudom ültetni. Akik elvégezték a képzést, személyi okmányok rögzítésével, igényléssel és megújítással foglalkozhatnak a jövőben. Most már önök a 8. etapja ennek a kormányablak képzésnek. Eddig 178 kollega végezte a kormányablak ügyintézői képzést, és most önökkel együtt most már 210 fölé ment a száma. Tehát azért gondolom, hogy ennek meg kell adnunk a módját ennek az oklevél átadásnak, hiszen a kormányablakok az zászlós hajói a kormányhivatali működésnek. Nagyon fontos azon kívül, hogy önök megfelelő szaktudása rendelkezenek, ismerjék a szakrendszereket, az is, hogy az ügyfelekhez való pozitív hozzáállást érzékeljék az ügyfelek, tehát van ennek egy emberi oldala is. Somogyban egyébként több mint 410 000 ügyet intéznek éves szinten a dolgozók, legyen szó személyi okmányról, útlevélről vagy vezetői engedélyről.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 óta működteti az országos jégeső mérséklőrendszert. Sok milliárd forint mezőgazdasági kárt előz meg, és a lakossági károkat is hasonló mértékben csökkenti. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke ismertette a jégmentesítő rendszer szükségességét. A jégkármérséklésnek a lényege az tulajdonképpen az, hogy a talajgenerátorokkal nagyon sok ezüst jodid kristályt juttatunk föl a felhőzetbe. Ez az ezüstjodid kristály, ez nagyon hasonlít a jégkristályra, és ez összegyűjti tulajdonképpen a körülötte lévő túlhűlt vízcseppeket. És így nem néhány nagy jégszem, hanem rengeteg kis jégszem keletkezik, ami tulajdonképpen a föld felé el is olvadhat, vagy sokkal kisebb borsó nagyságú, vagy még kisebb jégszemek formájában hullik a földre. A védelemmel részesülő területeken a jég által okozott veszteség elenyésző. Az idei nyár elejé zivatarok, szupercellák jellemezték az időjárást szerte az országban. Június hónapra az volt a jellemző, hogy szinte az egész évben a legviharosabb és leghektikusabb időjárást éltük most meg június hónap folyamán. Hat nagyon-nagyon viharos nap volt, ez a június eleje és a június közepére volt jellemző. Tolna vármegyében 3 ilyen viharos és jégesővel tarkított napot éltünk meg. Országosan 980 generátor működik, amelyből 37 a megyében, amelynek átlagosan 65 órát működtek június hónapban. A borsó nagyságú jég 3 alkalommal okozott kárt, amely legfőképp a repcetáblákat érintette. 270 hektáron keletkezett jégkár, 59 hektáron pedig a vihar okozott gondot. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Paksi Atomerőmű Sport Egyesület közös szervezésében július 11-e és 13-a között zajlik a Vidék Bajnokság Faddomboriban. A vízisportos megmérettetésre az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, közel 1500-an. Kajakkenusok küzdenek egymással Faddombori vízén. Csütörtöktől szombatig rendezik itt a vidékbajnokságot. A vidékbajnokság válogat az országos bajnokságra, és évek óta Faddomboriban rendezzük. Itt ugye a Pest megyei egyesületeken kívül az összes vidék egyesület megjelenik, összesen 1400 körüli versenyzői létszám van itt a 3 nap alatt. Csütörtöktől szombatig tartanak a versenyek, az első nap az 500 méterek kerülnek lebonyolításra, előfutam és középfutam döntő, pénteken az 1000 méterek, és szombaton jönnek a legkisebbek a 2000 méterekkel. A csütörtöki napon rendkívüli hőség mellett szálltak vízre a kajakkenusok szélcsendes idő mellett. Ami abból a szempontból jó, hogy tök jó a víz, csak ebben a 40 fokban nulla szélmozgással kicsit nehezebb a versenyzőknek a helyzete, de szépen küzdenek vele, isznak, hűtik magukat, illetve nagy részben sapkában versenyeznek. A versenyzők a vidékbajnokságról mennek tovább az országos bajnokságra. A Paksi Atomerőmű Sportegyesület 65-70 fővel érkezett Domboriba. Igazából most itt a vidékbajnokság, amelyik a domboris versenyek egy ilyen általában ilyen harmadik-ötödik helyezéseket értem el eddig. OB-n a legjobb az eddig a C4, 1000 méteren másodikak lettünk, az eddig legjobb eredményem. A kajakkenusok egyesben, párosban és négyesben indulnak. Abszolút erős a vidék, ugye itt kajak és kenu szakákban is versenyeznek a sportolók, azért nem mondhatni, hogy verseny eredményességben egyértelműen Budapest központúság lenne, természetesen nagy egyesületeink, nagy budapesti egyesületeink nagyon erősek, de nagyon sok olyan vidéki egyesület van, aki ezért termeli folyamatosan a válogatottakat, úgyhogy azért egy jellemzően majd egy magyar bajnoki döntőben nem budapesti vagy nem vidéki, hanem vegyesen vannak ott az egyesületek és képviseltetik magukat. A verseny pénteken az 1000 méteres távokkal folytatódik. Kiradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Pécsi virológusok sikere, Dél-Amerika első kiemelt biztonságú laboratóriumában segítenek. Közkutak, csobogók, klímás buszok, intézkedések a hőség ellen Pécsen. Ifjúsági garancia plusz támogatások, visszanemtérítendő uniós forrás a fiataloknak. Püspökvári zenés esték Pécsen, külföldi zenész a magyar részfúvós kvintetben.
Szombaton egy gyenge hideg front hatására nyugaton, északnyugaton 30-35 fok közé mérséklődik a forróság, máshol 36-41 fok várható. A napos idő mellett elszórtan alakulhatnak ki a délutáni esti órákban záporok, zivatarok. A Dunántúlon egy-egy heves zivatar sem kizárt, amihez nagyobb méretű jég, szélvihar és felhőszakadás társulhat. Vasárnap nyugaton és északon egy hideg front enyhíti kissé a forróságot. Itt 30 és 34 fok közé esik a hőmérséklet, míg máshol 35-39 fok között várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!